Következő kérdés, lehet-e vegetáriánus koszton tartani a kutyát? Nem. Ez egy elég sombás válasz volt, de kifejtem. A kutyának a bélrendszere az valóban kezd eltávolodni attól a húsevő bélrendszertől, ami mondjuk még a macskának még mai napig is megvan. Egy picit a mindenevő irányába kezdett elmozdulni a háziasítás során a kutyának a bélrendszere. Ez igaz. Viszont azt tudni kell, hogy ezek a változások csak nagyon-nagyon-nagyon lassan, évszázadok alatt mennek végbe. Gyakorlatilag ma ott tart a kutyának a bélrendszere, hogy bizonyos anyagokat már sokkal, növényi alapanyagokat már sokkal jobban emészt, mint mondjuk az ős kutya. Viszont a bélrendszerének a hossza még nem elégséges ahhoz, hogy kvázi növényevőt csináljunk belőle. A növényeknek a tápértéke lényegesen alacsonyabb a hús tartalmú ételekhez képest. Ebből az következik, hogy a növényevőknek a bélrendszere lényegesen komplexebb, összetettebb, hosszabb, komplikáltabb, ha úgy tetszik, mint a húsevőké, mert mindent föl kell belőle tárnia, minden apró, pici kis részletét a tápnak föl kell, a elfogyasztott tápanyagnak föl kell szabadítania és föl kell szívnia, hogy életben tudjon maradni, hogy ez számára tápláló legyen. Gondoljunk itt mondjuk a szarvasmarhának az összetett gyomrára, amelyik több rekeszből állva, többszörös emésztést feltételezve, rendkívül bonyolult, hosszú menet útján kerül aztán végül is kiürítésre bélsár formájában. Többször is megjáratja a kosztot a bélrendszerén, a gyomor bizonyos részein, a bélrendszere is hosszabb lényegesen, mint a húsevőké. A húsevőknek a bélrendszere rövid, hiszen ők arra vannak ráállva, hogy tömény, jól felszívható, könnyen föltárható tápanyaghoz jutnak, magyarul hús, amihez nem kell, hogy egy nagyon komplex és nagyon hosszú bélrendszere legyen. Most a kutya elindult valóban egy ilyen mindenevő irányba, egyre több mindent képes megemészteni, akár a kukorica keményítőt is sok minden szempontból már valóban egy picit a mindenevő irányában gondolkodunk. A kutya táp is olyan egyébként, hogyha jól megnézi az összetételét, akkor annak a hústartalma, mondjuk a fehérje tartalma, az állati eredeti fehérje tartalma az olyan 20-25% környékén van. Ha egy macska tápot megnéz, akkor ez olyan 40 körül van ez az érték. Tehát a macska még mindig kvázi obligált húsevő, tehát elsődlegesen húsevő maradt. A macskát nem nagyon lehet semmilyen szinten rávenni arra, hogy különböző növényi eredetű dolgokat egyen meg. Mellékesen talán egy kicsi részben igen, de fő tápláléka a macskának egyértelműen a hús, a fehérje, a kutyának pedig egy csökkentettebb módon már valóban egy nagy része növény eredetű, de teljesen vegetariánus kosztra átállítani nem lehet a kutyát. Azt tudnám még erre elmondani, hogy azért ha néznek valamilyen olyan adást, ahol mondjuk egy ragadozó állat éppen elkapott egy növényevőt, és éppen falatozza, ilyen filmeket néha lehet látni, akkor azt látja az ember, hogy az állat, tehát a nagymacskák általában nem a húst kezdik el először enni, hanem először a belsőségeket falják föl. Most a belsőség egy növényevő állatnál nagyon sok rost tartalmat feltételez, és nagyon sok növényi alapanyagot már fél részben föltárt, részben már megemésztett növényi alapanyagot tartalmaz. Tehát ebből az is következik, hogy már a nagymacskák, tehát a macskák is kifejezetten igénylik a növényi anyagokat, de ott még az arány magasabb a kutyánál.